Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával az Anime Japan Critics. Majdásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve nagyon is romantikus témájú történettel szeretné foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Saikin Yatotta Maid ga Ayashi. A Saikin Yatotta Maid ga Ayashi műfeltekintve a dráma és a romantikus komédia kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször Kombu Wakame révén jelent meg, aki 2020 óta 7 kötetnyi mangát publikált. Ám ezt követően 2022. júliusa és októbere között 11 rész formájában az anime is megjelent, Minato Mirai forgatókönyvíró és Hoshino Misuzu rendezők által. Történetünk egy alsó középiskolás fiúval, Yurival veszi kezdetét, aki egy tragikus autóbaleset következtében veszítette el a szüleit, s egyben a családi öröksége javarészét is. Azonban rokonok hián, akik felnevelnék, egyedül marad a villájában, ahol az utolsó alkalmazottja elbocsátását követően csupán csak a magány várja őt. Ám egy este egy fiatal szobalány Liris jelenik meg nála, s csupán csak a hajlék és az étkezés fejében elvállalja a ház és Yuri gondozását is. Habár kezdetben Yuri gyanakodva fogadja a lányt, s annak a kora ellenére is történő hibátlan munkavégzését, ám később egyre jobban megszereti, s nélkülözhetetlennek kezdi előtt tartani az életében. Azonban az idő múlásával jó pár titokra is fényderül Liris kapcsán, amelyek fényrelépésével kettejük közös és egyben galambárszerű jövője is elkerülhetetlenné válik. Összességében egy jó képi és hangvilágú történetet kaptunk, amely számos érdekes fordulatot, drámai és komikus elemet is tartalmazott. Szintén érdekesek voltak az olyan karakterek, mint Tsukasa, Fujisaki, Natsume, valamint Liris előző munkaadója, akik a maguk részéről számtalan érdekes nézőpontba is engedtek betekintést. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Saikin Yatotta Maid ga Ayashi számomra egy 10/9-es alkotás lenne. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!